Másképp nézett ki a labdarúgást még a másodosztályon is. Tehát az első 10 helyezett csapatban mindegyik csapaton volt 4-5 NB1-es szintű futballista. Hát ez majd, sajnos már ez nem mondható el. És a múltkor nem is tudom kivel beszélgettünk arról, hogy a mi időnkben milyen centerek voltak. És én azt mondhatom, hogy volt rajton kívül 12 olyan középcsatár, akit bármelyiket a betetted a válogatottba, megállta a helyét. 12. Ma van a Szalai Ádám, és azon kívül van még talán a Nikol is, de igazán centert nem tudsz mondani. Sajnos. Igen, és akkor tehát eljutottunk az MTK-hoz. Igen, 1977 nyarán kerültem az MTK-ba, akkor Mezei György lett az edző éppen az MTK-nál, és egy nagyon parádés első évünk volt. Nagyon sokat edzettünk, a letámadást játszottuk, még akkor Magyarországon senki nem játszott ezzel, mindenkit megleptünk, és harmadikak lettünk az év végén, és sokáig versenyre voltunk a bajnok a címért, talán az utolsó három fordulóban dőlt el a bajnokság, és még kikaptunk Győrben talán, és ezzel úsztak el a bajnoki reményeink, de például egy parádés videóton tudtunk meglőzni, ahol utolsó meccsen egy-egyet játszottunk a Vidivel. Tehát akkor az Újpest meg a Honvéd jobb csapat volt, mint mi, ők lettek az első két helyezettek. És utána 9 évet játszottam az MTK-ban. Tehát ez az MTK-izmus mennyire volt jelen? Egyrészt a falak között, másrészt a pályán az a valamikor Jimmy Hogan által meghonosított rövidpasszos játék, amihez talán most is próbál visszatérni a klub. Ez a ti időtökben mennyire játszott szerepet? Hát az MTK mindig egy speciális klub, ugye alapítástól kezdve. Én úgy gondolom, de ezt legjobban a Sándor Karcsi bácsi fogalmazta meg, hogy ő úgy nevezte magát, hogy ő MTK-ista. És ha valaki MTK-ista, akkor tudja azt, hogy ez mivel jár. Ez egy tényleg speciális közeg volt. Ez egyik sportvezető, aki ott volt utánpótlásnál szakaszvezető, ő mondta, ha valaki csúnyán beszélt, hogy uraim, ez itt nem járja. Az MTK egy úri klub. Itt nem lehet így beszélni. Az MTK ez a jellemző, és nyilván a rövid passzos játék, amit úgy gondolom, hogy helyelt közel próbáltunk mi is megvalósítani. De volt ilyen igény akkor? Tehát mondjuk, amikor jött Mezei György egy teljesen új szakmai koncepcióval, akkor játszott bármilyen szerepet? Az, hogy valamikor az MTK-nak a stílusa volt? Hát azt hiszem az MTK-ra akkor a Mezei György az MTK-t saját képére szerette volna átformálni. Tehát az a letámadásos, agresszívebb futball, nyilván voltak felépített támadás, voltak sablonok, volt a mögékerülésekkel nagyon erőltette, ezt elég jól csináltuk. Ő a saját képére próbálta az MTK-t átformálni. Úgyhogy, de úgy látom, de azért az öregek biztos mondták, hogy az a foci, amit az hát, MTK játszik, az igazi foci. Az MTK-nak voltak nagy öregek, akik még emlékeztek az Ortékra, meg a többiekre, és nyilván, hogy nosztalgiával beszéltek róla, és szerették volna azt látni. Te még beszéltél futballt... ilyen idős szurkolókkal, akik még Ordi Györgyre emlékeztek? Hát aki nézi régi MTK-s, a Vados Árpi bácsi például, aki amikor oda kerültem, lehetett olyan 75-80 éves, és ő egy kicsit mentorom volt, mert mindig jött, és meccsek után átölelt, és beszélgettünk a mérkőzésekről, próbált segíteni, tanácsokat adni, és ő beszélt a régi időkről is elég nosztalgikus hangulatban. Mit kell tudni a belgiumi időszakodról? Hát egy gyönyörű 3 évet töltöttünk el a családommal, jól ment még a labdarúgás, hál' Istennek, azt hiszem szerettek bennünket, mert 3-an mentünk ki az a csapathoz, a Turner Csabával és a Mennyhart Mennyhérttel. Nagyon szép 3 évet töltöttünk ott, a feleségem is kosárlabdázott különböző csapatokban, Marci is ott kezdett el futballozni, úgyhogy nagyon szép emlékként maradt meg bennem a 3 belgiumi év. Belgiumban már Marci is ott volt veletek? Már persze, hát Marci akkor 4 és fél éves volt, amikor kerültünk, és hát kis trükkel, mert 5 éves volt és 6 éves között játszott, úgyhogy meghamisítottuk az egyesület a papírjait, és így tudott 5 évesen, 6 évesek között játszani. És ott is szerette meg a futballt, meg talán ott volt a legtöbb lehetősége a közeletben lenni. Igen, hát kint volt majd minden edzésemen, úgyhogy fél szemmel edzésen néha ránéztem, hogy éppen mit rosszalkodik. De volt olyan, hogy például bementem edzés után fürödni, átöltözni, és egy hatalmas vihar kerekedett, és hát kerestem, hogy hol a gyerek. És hát a gyerek hol volt? Ott a pálya közepén két másik gazvickóval csuromvizesen, sárosan ott rúgták a labdát, úgyhogy azt mondtam, hogy a nagy baj nem lehet vele a jövőben.